Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta is folyamatosan próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Svédország, Németország és Szerbia. Svédországgal kezdünk. Az elmúlt 20 év liberális felső korlátok és ellenőrzés nélküli migrációs politikája Svédországban évek óta húzódó krízishelyzetet hozott létre. A válság miatt Svédország két tűz közé került. Egyrészt egy belpolitikai válsággal kell szembenézniük a svédeknek, amely a drámaian leromlott közbiztonságban csúcsosodik ki. Másrésztről a svédországi korán égetések miatt Svédország és állampolgárai az iszlámországok célpontjává váltak. Skandináviai tudósítónkat, Cser Attilát kapcsoljuk a részletekért. Attila, mit tehetnek a svéd emberek, és milyen lépésekre képes a svéd hatóság, illetve a politikusok elsősorban ahhoz, hogy megoldják ezt a válsághelyzetet? Köszöntök mindenkit, tehát a svéd állampolgárok rendkívül nehéz helyzetben vannak, hiszen nem kívánta senki azt a helyzetet, hogy svéd állampolgárként mondjuk az iszlám támadások célpontjába kerüljenek. A svéd miniszterelnök felszólította a svéd állampolgárokat, hogy regisztráljanak a külföldi tartózkodásuk idején a svéd külügyminisztériumnál, és így segítséget kaphatnak abban az esetben, hogyha például terrortámadás célpontjává válnak. Ez egy nagyon szomorú helyzet, hiszen svéd állampolgárként külföldön jelen pillanatban terrortámadás célpontjaként nagyon nehéz utazni például. De hát Svédország a korán égetések véget olyan helyzetbe került, hogy az iszlám államok, illetve az iszlám vallásúak úgy gondolják, hogy a svédek megsértették az ő jogaikat. A belpolitikai problémák, az utcákon lévő problémák rendezése véget, különféle politikai rendezéseket kérnek. A svéd demokraták vezetője Jimmy Åkesson például azt szeretné, hogyha jelenleg a 15 évről 13-ra csökkentenék a büntethetőséget, tehát már azt kérnék a svéd demokraták, hogy 13 éveseket is büntetni lehessen. Ez egy rendkívül jelentős lépés lenne a svédeknél. A legfontosabb és a legnagyobb probléma az, hogy mindehhez parlamenti jóváhagyás szükséges, ez pedig jelen pillanatban nem egy egyszerű döntés. A svéd parlamentnek össze kéne ülni, és ebben a pillanatban évekre lesz szükség, hogy ezeket a döntéseket keresztül vigyék. Németországgal folytatjuk, ahol a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség és az Alkotmányvédelmi Hivatal is aggódik a biztonsági helyzet miatt. A hivatalok a Hamász híveinek várható támadásaira figyelmeztetnek. Kapcsolunk már is Berlinbe tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz. Nos, Olaf Scholz német kancellár izraeli útja során, pontosabban azután, a bevándorlás korlátozására szólított fel. Ez azt jelenti, hogy fordulat várható a német migrációs politikában? Jó reggelt kívánok! Valóban meglepő interjút adott Olaf Scholz kancellár a Der Spiegelnek, amiben arról beszélt, hogy a bevándorlás korlátozása önmagában nem tesz minket embertelenni, hogy meg kell válogatni azokat, akik Németországba jöhetnek, a politikai üldözöttnek kitett emberek, illetőleg Németországnak továbbra is szüksége van munkaerőre, de azok az emberek, akik egyik csoportba sem tartoznak, nemes egyszerűséggel nem maradhatnak, és arra a kérdésre, hogy ezt hogyan kívánja elérni a kancellár, annyit válaszolt, hogy egy intézkedés csomaggal. Párhuzamosan a zöldek frakciója szorgalmazza, hogy növeljék meg a biztonságra kiadott összegeket, hiszen, mint fogalmaznak, alulfinanszírozott a terrorizmus elleni küzdelem Németországban. Valóban az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség is aggódik a biztonsági helyzet romlása miatt, hiszen, mint fogalmaznak, korábban az Al-Qaida és az ISIS nevű terrorszervezetek jelentettek kockázatot, most pedig a Hamász is. Interjút adott az Alkotmányvédelmi Hivatal alelnöke,
aki arról beszélt, hogy gyakorlatilag fennáll a veszélye annak, hogy a migrációs hullámmal érkeznek Hamas szimpatizánsok is Németországba, illetőleg egyének, kisebb csoportok, akik különböző feladatokkal érkeznek, illetőleg veszélyt rejtenek magukban. Észak-Rajna-Vesztfália belügyminisztere pedig arról beszélt, hogy gyakorlatilag a konfliktus áttevődik Németország utcáira. Ezt most már érzékelhetjük is, hiszen folyamatosak a Palesztina melletti tüntetések, Izrael elleni tüntetések. Ezek főként azokon az utcákban, azokban a városrészekben tapasztalhatók, ahol például már a lakosság nagy része, az üzletek nagy része muszlim tulajdonban van, ahol a lakosság nagy része muszlim, és gyakorlatilag arról is beszélnek Németországban, hogy nagy mértékben mélyülnek a társadalmon belüli ellentétek. A muszlimok például, akik nem szeretnének a tüntetéseken részt venni, kényszerűségből mennek, hiszen, mint mondják, tartanak társaik haragjától, emellett elrendelték a zsinagógák, a zsidó épületek folyamatos ellenőrzését, ezzel párhuzamosan folyamatosak az épületeket érő támadások. Szerdán például molotov koktélt dobtak egy zsinagógára, és ahogy a német sajtó fogalmaz, a terror az iskolákat is elérte, arról beszélt a tanárokat tömörítő egyesület elnöke, hogy vannak olyan iskolák, ahol már szinte valamennyi diák muszlim származású, az is előfordult, hogy diák rátámadt a tanárra, azért, mert a tanár meg akarta tiltani a palesztin kendőnek a viselését, és ahogy a német sajtó fogalmaz, már a politikusok sincsenek biztonságban, például Düsseldorf főpolgármesterére támadtak rá, nemrég pedig Szászország tartományban tüntettek egy újabb migráns szálló ellen, és itt a Freie Sachsen nevű szélsőjobboldalinak tartott kisebb párt a miniszterelnök Mihály Krecsmer házához vonult, Solingenben pedig hajnali hír, hogy az egyik iskolában a diákok nem mehettek iskolába, gyakorlatilag veszély, fenyegetettség miatt. Körképünket Szerbiával zárjuk. Ismét fegyvereket találtak migránsoknál és foglaltak le a hatóságok Szerbiában. Az ország déli területein is aktívak a felfegyverzett afgán csoportok. Közben a migránsok feltorlódnak a vajdasági településeken. A legújabb rendőrségi akció során több száz illegális bevándorlót találtak a hatóságok Zomborban. A részletekért Tóth Diannát kapcsoljuk. Nos, eddig főként a szerb-magyar határ közeléből hallhattunk ugye ilyen fegyveres csoportok tevékenységéről. Most viszont már Szerbia déli területein is fegyvereket használnak a migránsok. Mit lehet ezekről a csoportokról tudni, és mennyire nehezítik meg a hatóságok feladatait? Jó reggelt kívánok, köszöntök én is mindenkit. Olyan felfegyverzett migráns bandák jelentek meg a szerb-bolgár határszakasz közelében, akik az északi határhoz hasonlóan különböző területeket birtokolva tevékenykednek. Ezek a bandák már a Szerbiába való átszökésükkor irányításuk alá veszik a migránsokat, fegyverrel fenyegetik őket és pénzt kérnek tőlük azért, hogy tovább engedjék őket az ország északi területei felé. Ha nem fizetnek nekik, akkor a fegyvereket használják is ezek a csoportok, ugyanis sebesültje is volt már ezeknek a fenyegetéseknek. Egyes migránsok golyó általi sérüléseket szenvedtek. Elsősorban Pirotban érezhető, hogy egyre erőteljesebb, agresszívabb csoportokkal kerülnek szembe a hatóságok, akik nem ritkán súlyos bűncselekményeket is képesek elkövetni. Mindenről pedig a Piroti Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán vezetője is beszámolt, és mint mondta, szeptember elején a rendőrség és a csendőrség egy nagyszabású akció során letartóztatott egy migráns banda 4 tagját, akiknél 3 automata puskát és 2 pisztolyt találtak, és ezeket le is foglalták. Az eset kapcsán folytatott részletes nyomozás során most pedig újból visszatértek a helyszínre, és átvizsgálták a területet, ahol további 2 automata puskát és jelentős mennyiségű lőszert találtak elrejtve. A bűnügyi osztály vezetője nem tért ki arra, hogy a már lekapcsolt bandatagok rejthették el korábban a fegyvereket, vagy egy újabb bűnbandával állhatnak szemben. A hatóságok vállára pedig valóban egyre nagyobb terhet ró a migrációs válság elleni küzdelem, mert miközben az ország déli területein is aktívak a fegyveres bandák, a vajdasági településeken
gyakorlatilag feltorlódnak a migránsok. Pénteken tartottak Zomborban raziát a rendőrök, ahol 224 migránst gyűjtöttek be illegális táborhelyekről, három szerb állampolgár ellen pedig szabálysértési eljárást indítottak, mert a gyanú szerint lakásokat adtak ki a migránsoknak. Az illegális bevándorlókat szokás szerint migráns táborokba szállították, az pedig már nem is számít kérdésnek, hogy a migránsok újból vissza fognak térni a határmenti településekre. Mai migrációs körképünkben a svédországi, németországi és szerbiai helyzetet ismerhettük meg. Tudósítóinknak nagyon szépen köszönjük!